II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak népdalokkal tűzdelt citerás műsorával kezdődött el a helyi értékek, helyi termékek kiállítás és vásár november 11-én Hegyalja fővárosában a Kossuth téren. A rendezvényt a Tokaji Országzászlóért Egyesület, a Tokaji Egészségfejlesztő Központért Alapítvánnyal és a Tokaji Múzeummal karöltve valósította meg. Az eseményt Posta György, a település polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a Márton nap összefügg azzal, hogy lassan befejeződnek a betakarítások, rövidesen az advent is elérkezik, és aki az adventi böjtöt betartja, annak a Márton napi lakoma az utolsó lakoma az ünnepi készülődés előtt. Éppen ezért Tokaj első embere arra biztatta a megjelenteket, hogy bőséggel legyenek libát, kását és kóstolják meg az új bort. A szikrázó napsütésnek köszönhetően a vásárra számos helyi kistermelő kézműves hozta el a portékáját, az ínyencek válogathattak mézből, sajtkülönlegességekből és apró süteményből. A kézműves termékek szerelmesei ékszerek, adventi koszorúk és nem utolsó sorban gyertyák között szemezgethettek. A kreatív gyerekeknek lehetőségük volt karkötők és nyakláncok készítésére is a kézműves sátorban. A vállalkozó szelleműek nagyon élvezték az alkotás örömét, akik a saját kezük által megformált különlegességeket haza is vihették. Az eseményen a Kovács mesterség rejtelmeibe is betekintést nyerhettek a vásározók. A forgatagba kilátogatókat Szent Márton emléknapjára emlékezve stílusosan libás ételekkel kényeztették a hagyományt őrző alkalmi szakácsok.